Idén minden egészségügyi dolgozónak 500 ezer forintos plusz juttatást biztosítanak, jelentette be Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök jövő szerdán dönt a kijárási korlátozások esetleges meghosszabbításáról. Péntek reggeli adatok szerint 623-ra nőtt az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek és 43-ra a gyógyult betegek száma. 26-an hunytak el a betegségben és 11.399-en vannak hatósági házi karanténban. A kijárási korlátozások azok nagy szombatig vannak érvényben, tehát jövő hét szombatjáig. Döntenünk kell arról, hogy fönntartjuk-e vagy sem, ha fönntartjuk, milyen formában. Ebben nem látok világosan, tehát én megvárom a szerdát, és akkor a szerdai orvosi, járványügyi és rendőri jelentések alapján szeretnék majd döntést hozni arról, hogy meg kell ezt hosszabbítani. Hát ha kényszer rábisz, akkor megteszük, de érzem, hogy ez természetellenes. Aztán persze majd húsvétkor tudunk egy kicsit igazítani magunkon. Én abban reménykedem, azért az néhány olyan nyugodtabb nap, amikor elmélyültebb gondolkodásra is van lehetőség. Ugye ilyenkor általában azért mégis inkább a jóisten felé szoktuk terelni a gondolatainkat. Ez talán idén sem marad el, de most lesz gondolkodni valunk saját magunkról is, hogy mégis hogyan szervezzük meg az életünket az előttünk álló időszakban. A kormányfő arról is beszélt, hogy felkészültek a tömeges járvány időszakára. Ez arról szól, hogy hogyan kell az erőket majd átcsoportosítani, amikor jön a nagy roham, amikor tömegessé válik a fertőzés, és ezrével, tízezrével érkeznek emberek a kórházakba, akkor őket hogyan fogjuk majd ellátni, és hogyan vezényeljük, melyik kórházból kit hova szükség esetén. Itt 110 kollégiumunk van lefoglalva, 19.820 főt tudunk altatni, 58 hotel van lefoglalva és készenlétbe helyezve, ott 5.661 főt tudunk majd elhelyezni, 3543 gépjármű van szolgálatba állítva, és 203770 fő étkeztetésére vagyunk fölkészülve. Ez egy katonai vezénylési akcióterv a tömeges járvány időszakára. De ezzel foglalkozunk mi. A koronavírus miatti gazdasági válságról szólva Orbán Viktor közölte, hétfő délutánra készül el, és kedden mutatják be a magyar gazdaságtörténet legnagyobb, 4 fejezetből álló gazdaságélénkítési tervét, az első fejezet a munkahelyek megőrzéséről, a második pedig újak teremtéséről szól. Óriási erőkkel dolgozunk azon, és nagy erőket szeretnék mozgósítani, hogy részben megvédjük azt, ami még megvédhető, de azonnal támadjunk és hozzunk létre minél több új munkahelyet. És ez fog elősegíteni majd az akciótervünk. Ha nem ezt tesszük, akkor segélyalapú gazdaság lesz, akkor hiteleket kell fölvenni, leginkább külföldről, és bekanyarodunk abba az utcába, aminek a végén ott vár bennünket az IMF, meg a Soros Györgyféle pénzügyi spekulások. Azt javaslom, hogy ezt ne tegyük. Tehát úgy küzdjünk meg ezzel a válsággal, hogy ne adjuk fel a céljainkat, ne adjuk fel azt, amit elértünk, ne adjuk fel Magyarország függetlenségét, ne adjuk fel a munkaalapú gazdaságot, és ne adjuk fel a büszke élet lehetőségét se. Mindenkinek maszkot kellene hordania, ugyanis bármiféle megoldás jobb a semminél, állítja dr. Újhelyi János házi orvos. Bár a házi készítési vagy a sebészi maszkok nem védenek meg teljes mértékben a koronavírus fertőzéstől, azonban mégis érdemes azokat felvenni, amikor az utcára lépünk. Ez mindig az, hogy valójában a maszk nem véd a fertőzéstől 100%-ban. A kilégzett levegő köhögés tüsszentéssel a magát tünetmentesnek vélt beteg is szórhatja a vírust. Ezért, ha mindenki védekezik, akkor egyrészt ez a nagy figyelem erre a vírusszóródásra nagyobb lesz, másrészt meg azok az emberek, akik tudtokon kívül nincsenek tisztában, hogy ők betegek, hordozzák a vírust, nem szórják másokra. Tehát én egy általános maszkhordásra szeretném felhívni a kedves lakosok figyelmét, hogy nem ártalmas, sőt előnyös, ha pár százalékba tudja visszaszorítani a betegek számát, már az is nagyszerű. És minden módszer jobb a semminél. Látok nagyon sokfajta ügyes maszkkészítést. Nem kell profi maszkot hordani, csak akkor, hogyha nyilvánvaló beteg emberrel beszélek, vagy bekerülök kontaktusba, tehát főként egészségügyi személyzet. Természetesen nem rossz, ha van, de a semminél minden megoldás jobb. Tehát én mindenképpen jónak tartom, ismerve, meg látva azokat a korábbi dolgokat, amik Kínában, meg a dél-kelet-ázsiai országokban voltak, nem volt olyan ember, akin én ilyet nem láttam volna.
Dr. Újhelyi János hozzátette, különböző ellentétes információkat lehet hallani a maszkok hordásáról és azok hatékonyságáról, azonban érdemes lenne mindenkiben tudatosítani, hogy a maszkok valóban nem védenek meg 100%-osan az esetleges fertőzéstől, azonban a közösség érdekében érdemes lenne mindenkinek akár saját készítési maszkot hordania. Minden alapot nélkülöz az a közösségi médiában terjedő rémhír, miszerint a kormány meghosszabbította volna a tanévet. A rémhír terjesztőivel szemben a nyomozás megindítását kezdeményeztük, közölte az EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma. Nem módosul a tavaszi szünet időpontja sem, így a diákoknak és a tanároknak is lesz lehetőségük arra, hogy kicsit pihenjenek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden pedagógusnak köszöni az elmúlt hetek áldozatkész munkáját, amely a tantermen kívüli digitális munkarendre való sikeres átállást lehetővé tette. Az Emberi Erőforrások minisztere a veszélyhelyzetre való tekintettel úgy határozott, hogy a minősítéssel és tanfelügyelettel kapcsolatos folyamatban lévő eljárásokat a 2020-2021-es tanévre halasztják. Az oktatási hivatal valamennyi érintett pedagógust közvetlenül értesít majd az átütemezésről. A halasztás érinti a gyakornokok májusban esedékes minősítését is, melyre ugyancsak az ősszel kerül sor. Így semmiféle joghátrányuk nem keletkezik áll a minisztérium közleményében. Több mint két hete üresek a Nyíregyházi Egyetem kollégium épületei, igaz nem teljesen, a külsős hallgatók és lakók maradhattak az egyik tömbben. Mint a Felsőoktatási Intézmény Védekezési Munkabizottságának vezetőjétől megtudtuk, a többi kiürített épületrész hasznosításáról továbbra sem született döntés. Konkrét információink arra vonatkozóan még nincsenek, hogy a kollégiummal mi a szándék, viszont azt tudom, hogy kormány megbízott úr már megkereste a rektorasszonyt, hogy amennyiben a helyzet olyanná válik, akkor egészségügyi célokra igénybe fogják venni a kollégiumot. De erről még semmilyen írásos határozatunk, döntésünk nincsen. Azt tudjuk, hogy a kiürített egyes és kettes épületet, valamennyi helyiségét lefertőtlenítették, tehát ha szükséges, akkor rendelkezésre áll az egészségügyi célokra, a védekezésre, illetve bármilyen olyan feladat ellátására, amit meghatároznak ezen épületek számára. Az egyhetes tavaszi szünet után múlt héten távoktatás keretében indul be újra a fél év. Hallgatók nem látogathatják az egyetem épületeit, a szakmai gyakorlatokat sem kell teljesíteni ez idő alatt. A munkatársak közül pedig sokan otthonról végzik el feladataikat, ahogy a Védekezési Munkabizottság is többször online ülésezik. Arra kérdésünkre, hogy mik a távoktatásról elmúlt másfél hétben szerzett tapasztalatok, Alkóné Rudolféva azt válaszolt, amivel az oktatók már korábban kidolgoztak ilyen típusú képzési formákat, még ha ezeket csak kevés szakon is használták élesben, nem okozott nagy nehézséget az átállás, a visszajelzések ezt mutatják. Hozzátette ugyanakkor, egyes esetekben még bővíteni kell az infrastruktúrális hátteret, ami folyamatban van. Az intézményben tehát rendben folytatódik a szorgalmi időszak, és az egyetem jelenleg úgy is készül, mintha a tanév további része a normális ütemterv szerint zajlana. Nagyon szeretnénk tartani a szorgalmi időszakot, szeretnénk tartani a szakdolgozatvédésének az időpontját, szeretnénk a záróvizsgák időpontját tartani, jelen állapotban még ezt tudjuk mondani, de természetesen amint ez bármilyen nehézséget fog okozni, észleljük, hogy a helyzet nehezedni fog, tehát az egészségügyi helyzet nehezedni fog, akkor erre vonatkozóan is döntést kell majd hoznunk, hogy meghosszabbítjuk-e a tanévet vagy sem. Most még jelen pillanatban az a tervünk, hogy minden a maga menet szerint megy, ahogy eredetileg is elterveztük. Az intézmény által korábban meghozott rendelkezések továbbra is érvényben vannak. Külföldre például ugyanúgy nem mehetnek jelenleg a hallgatók, oktatók. Az erre vonatkozó szándékukat egyébként be is kell jelenteni az egyetemnek a fenntartó felé. Van egyébként olyan munkatárs, aki külföldi ösztöndíjról érkezik haza a napokban. Neki kéthetes házi karanténba kell vonulnia. Nyíregyháza közterületein is elkezdődtek a fertőtlenítési munkálatok. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei ezekben a napokban két motoros háti permetezőgép segítségével tisztítják a megyeszékhely játszótereit, kondiparkjait, valamint a tereken elhelyezett padokat.
A Nyír VV Nonprofit Kft. Az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében április 1-től faluban megkezdte a közterületeken lévő játszóterek és kondiparkok fertőtlenítését. Erre a feladatra két személy lett kinevezve, és a város 107 játszóterét és kondiparkjait két nap alatt be is tudják fejezni. Ahogy ezt befejezték, utána a közterületi berendezések fertőtlenítésével fogunk foglalkozni, gondolok itt a terekre kihelyezett padoknak a fertőtlenítésével, és egyéb más olyan közterületi berendezéssel, ami közhasználatban van. A társaság tevékenységéből adódóan korábban is végzett, igaz, hogy nem fertőtlenítés, de növényvédelmi feladatokat, és ezekkel az eszközökkel láttuk el. A járvány idején Magyarország valamennyi piacán szigorú korlátozásokat vezettek be, csökkentve a vírus terjedésének kockázatát. A kijárási korlátozás miatt a 65 éven felüliek kizárólag délelőtt 9 és 12 óra között vásárolhatnak. Ennek felügyeletét a hatóságok közreműködésével végzik az üzemeltető szakemberei. A piac területén ritkítottunk egy kicsit az árusok helyét, azzal, hogy a megfelelő 1,5-2 méter távolságot tudjuk biztosítani a két árus között, valamint szalaggal jelöltük, hogy a vásárlók a piacon milyen távolságra kell, hogy legyenek akár az árutól, akár az eladóktól. Én úgy gondolom, hogy a lakosság be tudja tartani ezeket a korlátozásokat, és mindenki eleget is tesz ezeknek a kéréseknek. Mint ahogy mindenki számára újszerű dolog volt a korlátozás befejezése, ez természetesen a piac szolgáltatási igénylevő számára is eleinte szokatlan volt, de szerintem a mai nappal már mindenki betartja ezeket a korlátozásokat, felettén úgy, hogy a közterület felügyelet és a rendőrség is ellenőrzi. Gondolok itt a 65 év felettiek 9 és 12 óra között történő vásárlására. Én úgy gondolom, hogy nagyon fegyelmezett Nyíregyháza lakossága is betartja a szabályokat. Köszöntöm a kedves nézőket! Ma több közúti közlekedési baleset történt a megye területén. A 403-as elkerülő főútvonal, illetve a 41-es főútvonal közti szakaszon történt karambol, amiben rendőrök intézkedtek, illetve helyszíneltek. A nap folyamán több esetben kértek segítséget a hatóságtól. És tartanak az úton folyó munkálatok, ami több főútvonalat érint a megye területén. Elsőnek a 4-es számú főútvonalon, közvetlen Kisvárda és Záhony között az útellenőrök azokat a hibákat javítják ki, amikre egyébként a közlekedők is felhívják a figyelmüket, amikor a magyar közút felé eljuttatják az úthibákat. Kátyúzási munkálatokat végeznek továbbra is Nyírpazony belterületén, a Táncsics, illetve a Szabadság utcán. Itt egy emóziós módszerrel javítják az útburkolati hibákat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy egyenlővé tegyék az útfelületet. Az út széli szemetet is szedik nagyon sok helyen zsákokba, hisz megszaporodtak azon szemetek a tavasz folyamán, amik egyébként veszélyesek lehetnek, sőt gyúlékonyak is. Ezeknek az összeszedését végzik a megye területén áprilistól, és több alsóbrendű útszakaszon is, amit a magyar közút kezel. Köszönöm a figyelmüket, és további balesetmentes hétvégét, a viszonthallásra. Amikor március 7-én hazai pályán 68-60-ra verte a DVTK 23-as csapatát a nyíregyházi kosársuli, a játékosok még nem sejtették, hogy az volt számukra a szezon utolsó mérkőzése. Az MKOS bő egy héttel később befejezetnek nyilvánította a bajnokságokat, így az NKS a 7. helyen zárt a 14 csapatot számláló mezőnyben. Nekünk olyan mérkőzéseink jöttek volna, ahol sokkal több lett volna szerintem a győzelem, mint a vereség. Tehát innentől kezdve nekünk ugye ez a bajnoki helyezésünkben is biztos, hogy előrelépés lett volna. Főleg ugye egy nagyon sok hazai mérkőzés az, amiről most per pillanat lemaradtunk. Tehát az utolsó hét mérkőzésünkből 5 hazai mérkőzésünk lett volna. Tehát ugye az nem mindegy. Tehát letudtuk az összes utazós mérkőzésünket. Ebben az évben a fiatalitás ugye az még gyorsabb ütemben történt az egyesületünknél,
ennél az amatőr csapatnál, amit mi szerettünk volna, tehát ugye már most a 2004-esek is lehetőséget kaptak, pontosan azért, mert a következő évre baromi nagy szükségünk lesz arra, hogy ők amatőr NBA-s bajnokságban játszanak. Kettő az, ugye itt a tanulmányok, esetleg sérülések úgy határozták be a csapat életét, hogy muszáj voltunk ezt a lépést is meglépni. Az elmúlt év nyarán a nyíregyháziak úgy döntöttek, hogy bár kiharcolták a bennmaradást a piros csoportban, egy osztályon lejjebb vágnak neki a 2019-2020-as idénynek. Én úgy gondolom, hogy jónak bizonyult ez a döntés, tehát ott azért, ha megnézzük a piros csoportot, ott egyre inkább azok a csapatok kerültek előtérbe, akik a második csapatok, tehát nagyon sok ás játékos játszik le a B csapatokban. Tehát itt reálisan nézve azt a mezőnyt, itt egy 2-3 győzelemnél többet nem sikerült volna begyűjtenünk, és úgy gondolom, hogy a játékosok fejlődése egyáltalán az, hogy a közérzet, tehát azért nem mindegy, hogy most szoros mérkőzéseket játszom, még ha esetleg vereség is lett a vége, mert ugye nagyon sok olyan mérkőzésünk volt, ahol egy pár ponttal kapott ki a csapat, vagy ugye sikerült olyan csapatokat is megvernünk, akiknek azért bárhogy nézzük, de azért valószínűleg a piros csoportban lenne a helye. Tehát, hogy akár Szekszárdon, a Szekszárdon egy olyan szoros mérkőzést játszottunk, hogy a végjátékba kapott ki a csapat, vagy ugye a TF-nél 3/4-en keresztül tudtuk tartani magunkat, és az utolsó percben kaptunk ki, vagy ha folyamatosan úgy megyünk bele a mérkőzésekbe, hogy már előre tudjuk, hogy sajnos ennek a mérkőzésnek a kimenete egy 20-30 pontos vereség. Mivel a Szent Imre gimnázium csarnokát nem látogathatják a játékosok, számukra is az otthoni edzés az egyetlen lehetséges megoldás. Van olyan, akinek van esetleg udvara, van kint kosárlabda palánkja, de ugye sok gyereknek azért ez nem adatott meg. Ebből következik, hogy meg kellett próbálnunk úgy összerakni az edzést, hogy egy olyan feladatsort rakott össze, hogy az erőréti edzünk, hogy az alapálló képességünket, tehát azt valamilyen szinten tudjuk tartani, hogyha netalántan ugye vissza tudnak jönni a lányok a kosárpályára, akkor ne legyenek nagy gondok és problémák. Hogy ez vonatkozik elsősorban a kadettre, a juniorra és az amatőr NB1-es csapatunkra. Farkasinszki Gyuláni elmondta, hogy a kisebbek számára oktató videók és játékos feladatok segítségével próbálják valamilyen szinten pótolni az elmaradó közös edzéseket. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 3-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!